Mikor tavaly aláírtál a Beauty Queen-hez, gondoltad volna, hogy meg találkozni? Nem, hogy őszinte legyek, az az elején biztosan nem. Viszont ahogy meneteltünk a csoportban, egyre többet mertünk arról állni, hogy akár a play-off sikerülhet, és onnan akár sikerülhetünk. Tavaly ugye a Beauty Queen nagyon jól kezdett, de utána volt egy visszaesés, és most is úgy tűnt, hogy van egy ilyen hullám, hogy ezt azon van, de beszéltetek arról, hogy most még volt más, amivel felül tudtok ezen kerekedni? Igen, így van, ezt én is hallottam a többiektől, hogy ez egy mondani tendencia volt az elmúlt időszakban. Nehéz megtalálni ezeknek az okát, főleg úgy, hogy én új játékos voltam, illetve nem nagyon tudtam az előző okokat, de összességében nem tudok, hogy összességében nagyon stabilan játszottál a szezonban, ha jól emlékszem, hogy az első meccsen már kezdődöttél a lehetősége, és utána is azért szépen elosztottátok a játékpercet, de nagyon jól teljesített. Hogy értékeled a szezonodat? Köszönöm szépen. A szezon még nem ért véget, úgyhogy nem tartom még összegzést. Én úgy gondolom, hogy ez a hétvége a legfőbb fókusz most, és eléggé meg fogja határozni, hogy hogyan gondolunk összességében erre a szezonra, de már most nagyon elégedettek lehetünk szerintem, hogy itt vagyunk, de szeretnénk még kihozni a maximumot, ami ebben van. Neked mennyire különleges vagy sokszínű itt lenni, hiszen nyilván ezer szálltok Magyarországhoz, a Győrhöz, neked biztosan speciális egy kicsit az a hétvége. Nyilván teljes mértékben újra visszatérni Budapestre, újra Final Four-on szerepelni az új csapatommal, megélni ezt, mint egy történelmi sikerült, hogy együtt tudjuk nézni, úgyhogy ezek együtt mind nagyon-nagyon speciális érzések. Köszönjük szépen, sok sikert!